Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Köszi, szia! Valamit? Annyi benzin jön ki belőle, hogy a Prius 2 literre kevesebbet eszik, hogy mögötte megyek. Amikor először jártam az RMS műhelyben Gerinél, akkor azt mondta, hogy a Supra gyári állapotában az igazából egy nagyon neutrális, egy kvázi semmilyen autó, egy ilyen kényelmes GT, ami ma már nem is számít erősnek. Na most, milyen autó a GTR gyári állapotában? Én szerintem túl jó. Tehát az azt jelenti, hogy mi szempontunkból túl jó, hogy nagyon sok ember meghagyja gyárinak, mert hogy jók az ülések, jók a fékek. Mi az, hogy sokan meghagyják? Én még nem tudtam kipróbálni gyári GTR-t. Hát ha nem tudtál kipróbálni, akkor arra lehetőség, mert van most nálunk egy. Úgyhogy tudunk menni egy gyári GTR-rel, meg majd tudunk menni tuning GTR-rel is, hogy lássad, mi a különbség. Szerintem, tehát nálunk ilyen karosszéri átalakítást, vagy mit tudom, ilyen body kit módosítás, ilyesmi, azt még nem nagyon kért senki se GTR-re. Talán egy-kettő van itthon az országban, aki egy picit módosítgatta. Tehát ebből is látszódik, hogy a külseje szerintem elég jól meg van csinálva. A felniket, ezt páran szokták csak cserélni. Az végülis nem egy nagy módosítás. Ezen mondjuk pont a nagyobb kerekek vannak, egy picit szélesebb, egy kicsit kisebb, ettől, hogy dögösebben is álljon, meg most lesz rajta még szélesebb felni, ugye, hogy a megnövekedett teljesítményhez ugye szélesebb gumit is tudjunk felrakni. Tehát ilyeneket szoktunk módosítani, de inkább a motorváltó az, amit szoktunk rajta csinálni. De ezért nem értem a GTR-es néplelket. Én mindig azt gondoltam, hogy a szabvány GTR tulaj, az kitolja az autóját a szalomból, beleül, úristen, de jól megy, majd két hét múlva azt kezd érezni, hogy hát nem megy annyira jól, valamit csinálni kéne, pedig hát az autó az ugyanolyan jól megy, csak megszokja a teljesítményt. Ilyenkor jönnek először hozzátok, amikor már úgy tűnik, hogy nem megy annyira jól? Van olyan, aki idehozta úgy a GTR-jét, hogy azért nem a szalomba átvétel napján hozta el, mert az délutánra esett, ezért reggel érkezett ide az autónk, tehát volt benne azt hiszem 60 km. Még húztátok le a kis forgákat. Igen. Tehát volt ilyen is, volt olyan, aki azt mondta, hogy megvárja még, hogy egy 1000 km benne legyen, és utána vettük ki a motort és építettük át teljesen. Az is egy érdekes művelet volt, de általában azért az szokott lenni, hogy azért megvárják a rendet, tehát hogy mit tudom, lejár a garancia és akkor utána, vagy használják egy-két évig és akkor utána. Általában ez a... De van olyan, aki azt mondta, hogy ő akármit is csinálunk, ő azt mondja, hogy mindenképpen megtartja gyárinak, mert hogy az úgy érték, meg szerinte az úgy jó, mert fölösleges. Legyen ma az egy ilyen fordított nap, induljunk a hajtáslánc felől. Aha. Emlegetted a váltót, és ugye amikor ez az autó megjelent 2006-ba, 7-be, Jézusom, már 16 éve velünk van. Hát igen. Hát 2000... Gyerek lenne, mindjárt diplomázna, hogyha érettségizne. Igen, igen. Hogy a korai szériáknál lehetett hallani ezekről a váltó problémákról, még akár gyári teljesítmény mellett is, akkor ugye volt egy visszahívás a rajtelektronikára, hogy egy kicsit kisebb fordulaton engedje rá a kuplungot. Ezek már megoldottak, vagy a tuningipar már megoldotta magának, vagy egyáltalán igazából mit kell csinálni a váltóval, hogy bírja? Is, mert felismert egy pár problémát a Nissan, és ugye módosítottak a GTR váltókon. 2011-től már egészen más a váltónak egy csomó belső alkatrésze, amit ugye meg lehet csinálni tuning alkatrészekkel a korábbi modellekkel, de apróságokat még mindig nem oldottak meg, amit viszont mi könnyedén meg tudunk oldani. Tehát általában, hogyha egy GTR tuningolunk, akkor mindig a váltót is szeretjük szétszedni, és pár apróságot belerakni. Ezek nagyon egyszerű kis zéger gyűrűket lecserélünk ilyen csavarra rögzíthető klippekre, mert ugye gyárilag ezek a kis zéger gyűrűk, ezek le tudnak pottyanni a nyomaték hatására, és hát akkor csúnya rendetlenséget tesznek. Mi meg ezt simán szétszedjük, kicserék az éget gyűrűket ezekre a klippekre, és onnantól fogva stabil tud lenni a váltó ilyen 800-850 Nm-ig. Nem azt... fontos, hogy a Nm-t mondtad, mert ugye igen, igen. A nyomatékkal. Igen. Ez azért érdekes nekem,
mert hogy itt van egy autó, ami ennyire elképesztően potens, tehát hogy ennyire sok van benne hajtáslánc és motor tekintetében. Mi volt a probléma a korai gyári szériáknál? Ott elméretezés volt? Kenési elégtelenség volt? Hát apróság, tehát mit tudom én, a kapcsológyűrűk, azok csak egy-egy oldalt voltak fogazottak, az újabbak azok meg végig vannak fogazva. Tehát nem, az első szériáknál le tudott pottyanni ez a kis kapcsológyűrűl egy ilyen fog, és aztán már is nem tudott kapcsolni az autó. Azon kívül nem lett olyan drasztikus nagy változás. Egy pici a panelben ez az amaz, tehát nem drasztikus nagy változások lettek benne. De ezek a kis apróságok, meg hát ugye a váltó szoftver az, ami nagyon sokat javult. Tehát például, hogyha egy 2009-10-es autót idehoznak hozzánk, az az első, hogy ugye egy sokkal újabb szoftvert töltünk fel, és teljesen más lesz az autó. Hogy alakul az ázsiója most ennek az autónak? Mert azt tudom, hogy amikor megjelent, akkor felébe került mindennek, aminél nagyjából kétszer gyorsabb volt. Igen, igen. Viszont most már azért elég durván elszállt az ára, meg mondtad, hogy azért ez most már egy lassan 17 éves platform, hát, hogy vannak ennél frissebb autók, hiába frissítik pár évente. Szóval, hogy a GTR körüli hype, meg a rajongás, az még megvan? Hogy hát, érzékelitek ezt így fel? Én azt veszem észre, hogy hát most újat nem is adnak ki, az újabbak, tehát amik ilyen 2-3 évesek, azoknak borzasztó nagy lett az ára. Tehát ezáltal ugye már itthon nem annyira veszik. Tehát az lett a helyzet, hogy most szerintem úgymond túl drasztikus volt az áremelkedés, ami volt, és ezáltal vannak olcsó variációk, amit jobban szeretnek az emberek. Tehát most régen egy ilyen BMW az úgymond idézőjebb a labdába se rúghatott, de hát most egy új BMW az igencsak ellenfél neki. Hiszen technikájában ott van, modern autó, és árában pedig már nincs akkora diffi. Nincs akkora diffi. Hát mondjuk a BMW is nagyon megdrágult amúgy. Tehát most mit tudom, régen 30 millió az már nagyon soknak számított egy M3-as BMW, most meg már annyira nem lehet kapni. Viszont ez egy nagyon érdekes konstrukció abból a szempontból, hogy ott elől az első tengely mögött van egy turbós V6, az van itt hátul egy sebességváltó, de ez egy összkerekes autó, ami transzexelt, tehát vissza kell vinni a hajtást előre. Igen, igen. Felteszem, rohadt nehéz. Tehát ez nem egy könnyű autó. Hát nem. Amikor átépítitek ezzel, mit tudtok csinálni? Gondolom futóművel és fékkel mentek a kérdés után. Hát természetesen. A futóművel igazából nem kell, mert tök jó a gyári rugólengéscsillapító, tehát igazából volt már, akinek kicseréltük, de nem lett akkora nagy változás, inkább azért, hogy ugye optikailag egy kicsit lentebb legyen, meg van olyan, ami tudja magát egy picit emelni, tehát hogy le van ültetve, de ugye kicsit magára ráemel, ilyesmi dolgok miatt. De hogy egyébként a futóműhöz nem kell nyúlni. A fékhez viszont igen, mert a nyergek azok elég jók, a méret szerintem megfelelő, de a gyári tárcsák azok eléggé haloványok, a gyári betétekkel. Tehát még a 1330 lóerőt mért keréken autón is a gyári nyergek voltak, AP Racing tárcsákkal is, rendes betétekkel, és azzal meg tudott állni, pedig 10 másodperc körül volt 300-an, és ezt elég gyakran ki is próbálta. Beszéljünk egy kicsit a számokról. A te léptékedben hol kezd egy ilyen autó úgy erős lenni? Én azt mondom, hogy amit úgymond idézőben kötelezően megcsinálnék, az annyi, hogy az injektorokat kicserélném benne, mert a gyári injektorok, például a gyári új autókban az 570 lóerősben ki vannak maxolva. Tehát ezt én már nem tartom biztonságosnak. Az injektorokat kicserélném, esetleg a légszűrő rendszert is. A váltóba beleraknám a klippeket, és akkor egy ilyen 630 lóerő, 800-850 Nm-t lehet belőle csinálni, és ezt tartom úgymond az alapnak, tehát amivel szerintem úgy tök jó el lehet már közlekedni. Nem kérje a 4-est az érdi emelkedőn. Igen, igen. Nem, én nem tartom ezt biztonságosnak. Egy injektor akkor van szerintem jó helyen, hogyha ilyen 80-90%-ig van kiterhelve, de viszont, hogyha már gyárilag 100%-on van, az nem biztonságos. Ugye itt az a probléma, ha jól sejtem, ugye én csak konyhafizikus vagyok, hogy nem tud elég üzemanyagot adni neki, és emiatt... Hát ott marha egyszerű igazából, azt mondod az injektornak, hogy nyílj ki, és az ki van nyitva. Akkor jobb szerintem, hogyha az precízen be lehet szabályozni, hogy az mennyire legyen kinyitva. És nagyjából 70-80%-os kihasználtság mellett sokkal biztonságosabb tud lenni. Az se jó, hogyha túl nagyot belerakunk, akkor 4-szer akkorát, és akkor csak 25%-ig van kinyitva, az is egy rossz megoldás, de a teljesen kinyitott állapot sem jó.
Mennyibe kerül nagyságrendileg, amit most itt elmondtál? Tehát, hogy megkapja a módosított szívóoldalt, a nagyobb teljesítményű injektorokat, és hogy a váltón kicseréljétek a rögzítőfüleket. Tehát, hogy, hogyha hát egy GTR-t ugye... idehozni az autót, akkor mire számíthat egy hát ilyen ugye, hogyha... alapszintű beavatkozásnál? Ugye ehhez a programot is már át kell írni, természetesen. Az egy nagyobb lépcsős beavatkozás, de nagyságrendileg 1 millió forint, amiről beszélünk. És hát ugye ahhoz, hogy ki is jön a teljesítmény, a kipufogóhoz is hozzá kell nyúlni. A kipufogóban van olyan lehetőség is, hogyha valaki nem akar sokat rákölteni, akkor mondjuk csak az első Y-csövet kicserélni. Mert pont ott az Y-csőbe fogják meg úgymond az autónak a hangját. Direkt leszűkítették vékonyra a csövezést, és ha azt levesszük, fölrakjuk, akkor gyári első két katalizátor az megmarad. A hangja az sokkal jobb lesz az autónak, viszont a teljesítmény egész jó ki tud jönni belőle. Utána azt már lehet cifrázni persze, hogy a hátsó részt, mert ugye az Y, amit felraknánk, az 2x76, 1x90, és utána a gyári rendszer az 76, tehát nem a legideálisabb. Lehet ezt még cifrázni, hogy akkor egy 90-es rendszerrel hátra megoldani a teljes kipufogó rendszer, csak akkor már megint 1 millió forintról beszélhetünk, már kipufogónál. Csak kipufogóban. Igen, és akkor még nem is szaladtunk el annyira márkákban, mert hogyha most Akrapovics Ritáról beszélünk, vagy HKS-ről, ami ezen van, akkor ez nem 1 millió forint, hanem mondjuk a többszöröse is lehet akár. Hol van a GTR a tuning táplálékláncban? Tehát, hogy ez egy olyan autó, amihez relatíve olcsó hozzá nyúlni, vagy ez azért egy drágában reszelhető autónak számít? Hát szerintem azt gondolom, hogy minden alkatrészgyártó azért erősen érezteti azt, hogy nem egy olcsó autóról beszélünk. Uh-huh. Tehát hozzárazzák az alapautóhoz. Tehát nagyjából hozzáráznak mindent. Tehát nem egy olcsó hozzányúlni, de mihez képest. Tehát, hogyha egy hasonló kategóriás autót néz. Ezért gondolom, hogy mondjuk egy M340i, mondjuk egy összkerekes turbós BMW, 6 hengeres motorral egész véletlen. Igen. Hogyha azt állnék neki faragni, akkor nagyjából hasonló. Nagyságrendileg hasonló összegekre számíthatok. Igen. Tehát ez egy nagyon érdekes konstrukció tényleg, amiatt, amit előbb beszéltünk, hogy ott hátul van egy jó nagy sebességváltó, és abból kijön egy hajtás ide előre. És ebben az autóban már messze nem a gyári diffé van, hanem Itt van a hátunk mögött, ez itt egy zömített alulházas, tehát erősített differenciálbű. Miért van erre szükség? Az ember azt gondolná, hogy az első keréken már nem tudsz akkora erőt leadni, hogy befeszüljön ez az elem. Hát gyárilag nem, általában a gyári autókon nem is szokott az első diffivel gond lenni, de amint egy kicsit tuningolgatjuk, és amint az autót úgy használjuk, ahogy ezt ugye illik, akkor az első diffi az fel tudja adni a harcot. Tehát főleg, hogyha rajtolgatunk vele, vagy ha tényleg ilyen komolyabb kigyorsítások vannak kanyarba vele, akkor azért ez el tud törni. Nem maga a szöghajtás, nem a differenciálmű háza. Is. Tehát vagy ez, vagy az. Általában én azt olvastam, azt gondolom, hogy maga a ház elkezd csavarodni, megnő a fogképe, vagy megnő a foghézag az átételpárnál, letörik egy fog, aztán utána az ott elrendezi magát, és utána el is tudja törni a házát. Tehát van egy pár diffi már kint a konténerben, ami meg tényleg lefogazott és eltört a házat, tehát ez nagyjából már csak ilyen szemétnek jó. Ez itt akkor egy darab zömített alumíniumból kimunkált elem. Igen. Hú, képzelem az árát. Hát igen, ez szombos. Meddig tudjátok garantálni? Hány lóerőig tudjátok ezzel garantálni? Hát ez garantálni egyébként nehéz, mert attól függetlenül még kicsi marad az áttételpár, de ebbe az áttételpár is ki lett cserélve egy kovácsoltra, tehát az jóval erősebb. Régen ilyet még csak hosszabban lehetett kapni, tehát hogy direkt hosszabb áttételt raknak előre-hátra azért, hogy ugye nagyobb legyen az autónak a végsebessége, de most már gyártanak gyári áttételbe is, tehát így ezáltal úgymond nem változik semmi, csak erősebb lesz. Így erre annyit tudok mondani, hogy van egy szlovák ügyfelünk, aki már nagyon régóta kijárkál a gyorsulási versenyekre. Mindig az összes futamot végigmegy, tehát mindig egy ilyen stósz papírt szokott hozni, hogy össze tudjuk hasonlítgatni a 60 lábakat, hogy mit lehetne még állítani a rajtprogramon. És ő nekem már nagyon régóta működik, előtte meg elég sok első gyári elfogyasztott, és ez egy gyári is most már eléggé drága, tehát nem annyira éri meg azt, hogy mit tudom én, 50 rajtonként venni egy gyárit. 50 rajtonként? Hát nagyjából igen. Tehát minden a súlyra vezethető vissza, tehát hogy ez itt egy közel 1,8 tonnás autó, ehhez mérhető tapadással. Sőt, ha jól sejtem, akkor ott hátul még lennie kell egy extra kuplung csomagnak, ami az előrehajtó tengelyt szabályozza. Ez is kíván módosítást? Igen, tehát az van, hogy
nagy kuplung, tehát az autónak a fő kuplungja, az egészen stabil. Tehát, hogy most már az új programokkal meg tudom azt is csinálni, hogy nem muszáj feltétlenül cserélni a lamellákat, de mondjuk azért 1000 Nm-nél már szoktuk. Van ennél nagyobb teljesítmény is, amikor már komplett házastúl egy ilyen nagy kuplung kerül bele, hogy mondjuk a gyári 12 helyett mondjuk 24 vagy hasonló mennyiségű tárcsa legyen benne, akkor azok már tényleg az ilyen 1500 meg akár nagyobb nyomatékot tudó autókra is jók legyenek. De úgymond a gyári fő kuplungja az egész jó, az első kerék hajtásért felelős összkerék kuplungja az egy eléggé gyengécske valami. Pici az átmérő és kevés tárcsa is van benne, tehát ennél, hogyha tényleg gyorsulásra használják az autót, akkor az célszerűbb kicserélni egy nagyobb házasra, ami több tárcsát tartalmaz, akkor már egészen jól le tudja adni az elejére a hajtást, és akkor, hogyha nincs kicserélve az első diffi, akkor mivel elég sok nyomaték megy előre, akkor ugye az első diffi töri el. Viszont, hogyha ki van cserélve úgymond minden, akkor eléggé stabil tudja lenni. Tehát egy lánc. Ha valahol belenyúlsz, akkor valahol máshol is bele kell, hogy megmaradjon. Csak ne felejtsük el, hogy ugye mekkora teljesítmény, meg nyomatékugrásokról beszélünk. Igen. Tehát, ha jól sejtem, az akkor ez itt egy több lamellás kuplung csomag, és figyeli valószínűleg az ESP komputer az első keréknek, meg a hátsó keréknek a fordulatszám különbségét, és hogyha hátul nagyon elpörög, akkor egyszerűen rázárja adott mértékben, hogy előre tudom. Hát van egy összkerék kuplungnak egy komputer, ami szabályozza azt, hogy mennyit hajtson előre. Alapból ő mindenképpen hátsó kereket szeretne lenni, és csak annyit küld előre, amennyit muszáj. Összkerék kuplung komputert is ki lehet cserélni, és akkor ugye mi mondjuk meg, hogy mikor mennyit küldjön előre. Kicsit lehet többet előre küldeni, viszont ugye mivel hogy kicsi az első diffi meg a kuplung, ezért akkor fokozottabban igénybe vannak véve, tehát jobbak lesznek a rajtok, meg jobban ki lehet gyorsítani, viszont akkor ugye jobban nyíródik a... Mi a GTR-es, a GTR tulajoknak a választott sportja? Drag, time attack, pályaversenyzés? Hát time attack-et... Az azért az eszi. Az eszi, tehát az van, hogy túl nagy a súly, tehát a fékre akkor nagyon rá kell feküdni. De volt azért olyan, aki kiárkált úgymond komolyan egy gyengébb autót, tehát egy gyári turbós, ilyen 600x lóerős autóval, és azért elég jó időket tudott vele menni. Úgyhogy lenne egyébként helye a pályán, de valamiért az itthoni tulajdonosok, azok inkább arra használják az autókat, hogy elmennek kirándulgatni, néha egyszer-egyszer odalépnek neki, inkább a gyorsulás élménye az, amit szeretnek, vagy hát egy pár, akik ugye kimennek gyorsulási versenyre, de az sem jellemző, hogy mindenki kijárna gyorsulási versenyre vele. És ahogy itt egyre mélyebbre vegyünk az autóban, tehát a kuplungon túl, ott van egy pár HKS turbófeltöltő, ugye ennek a motornak még nem a két hengersor között, hanem a hengersorok mellett kívül van, emiatt gondolom egy kicsit könnyebb is a dolgotok. Hát igen, de attól függetlenül, hogy ki kell venni a motort, tehát igen. Itt a helyén nem lehet semmit csinálni. És kezdődik a már emlegetett Titan rendszer C-vel. De hogy ezek a turbók, ezekről mondjuk, amit már mondtad, hogy ezek azért már komolyabb darabok. Igen, igen. Hát ez a HKS-nek a GT800-as modellje. Ezt azért ajánlottuk neki is, mert én azt szoktam általában javasolni a tulajoknak, hogyha egy ilyen 800 lóerővel meg egy 1000 Nm-rel megelégednek, akkor egy nagyon jó, használható, rugalmas autót lehet kapni, ami azért már kellően gyors ahhoz, hogy lehessen vele jó gyorsulni, de viszont nem kell állandóan itt tölteni, vagy itt tartani az autót, nem lesz üzemórás az autó. Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire garantálható a stabilitás ebben a 800 lóerős léptékben? Így szerintem ezzel eléggé. Tehát én ezzel az autóval elmernék indulni Párizsba is, hogyha most éppen olyan kedvem lenne, gond nélkül. Azért egy 1500 lóerős már szerintem nem arra való. És ez kút benzin, tehát egy százasra is megtankolja, nincs etanolozás. Nincs etanolás. Régen ugye volt még, amikor a simán a kútfáján lehetett még kapni etanolt, akkor szinte mindegy GTR úgy volt megcsinálva, hogy etanollal is menjen. De amióta ez nincsen, azóta tényleg csak akiknek minden lóerőre szükségük van. Kompressziótűrés és a hőterhelés csökkentése. Hát igen, igen. Tehát nagyon jó dolog ez az etanol, csak úgymond nem annyira életszerű az, hogy valaki otthon tart egy nagy kannába és egy tankolót, és akkor magának tankolgatja az autót. Az etanolból ugye legalább 30-40%-kal többet eszik, tehát akkor lecsökken úgymond az autónak a hatótávja, mondjuk 150 km-re, azt szerintem az nem annyira jó. Nagyságrendi összeget tudnám mondani egy ilyen GT800-as turbószetnél? Hát most a HKS az eléggé elszállt árakba, tehát maga a turbószettél már ilyen 5 vagy 6 millió forintot kérnek, ami már tényleg eléggé combos.
Tehát most, amit most csinálunk, egy másik autó, az kínál a parkolóba, arra már nem is ezt vettük, mert van úgymond már olcsóbban jobb megoldás is. Arra egy Boost Logic Turbo Set fog felkerülni, amiben egy Gerettnek a G3770-es turbója van, ami egy kicsit modernebb is már, mint az AK-s. Arra nagyon kíváncsi leszek, mert olyat még nem csináltunk. Ha jól sejtem, itt problémák adódnak például abból, hogy meglehetősen közel van a blokk oldalához a hossz nyúlvány, és hogy eléggé behatárolja, hogy mekkora csigát tudtuk feltenni. Itt ilyenkor mik a lehetőségek? Hát mindenféleképpen az, hogy a leömlő is nagyon-nagyon nagy nehézség az, hogy megfelelő leömlőt találni, hogy az pont jó helyre pozícionáljon. Meg hát a turbóból is csak olyan lehet szó, aminek egyedi a turbin és kompresszor fedele, mert egyébként nem fér el. Volt persze a régi időben, amikor jött oda olyan ember, akinek semmi se számított, és csak hozott egy turbószettet, ami nem fért be, és akkor helyet kellett neki csinálni, de ez a rég volt, én már nem szerettek ilyenek. Előkerült a kalapács. Hát igen. Tehát az, megkorpasztották, hát megkorpasztották az, a hosszúvány. Az nem szerettük azt a megoldást, úgyhogy most vannak olyan turbószettek, de erre még egyszer sem került olyan, hogy most megfejük, és akkor csinálunk rá csőből egy leömlőt, és akkor berakunk valami turbót, mert egyszerűen ami úgymond gyári házban lévő turbó, az nem nagyon fér el, és megfelelő méretű. GTR-es körökben megbecsülik a tuningot? Mármint, hogyha tegyük fel, jön egy ilyen heppem, hogy eladnám ezt az autót, amiben már benne vannak ezek az átépítések, a 1,5 milliós kipufogó rendszer, az 5 milliós turbószett és társai, akkor ezt a következő vásárló ezt meg fogja nekem fizetni, nem. Értékeli, vagy ez is olyan, mint a legtöbb tuning, hogy... Igen, valamilyen oknál fogva a tuning az legalábbis itthon Magyarországon az egy ilyen kútba dobott pénz. Uh-huh. Tehát foghatjuk fel úgy, hogy elmentünk Las Vegasba, elkaszinoztuk, tehát hogy ez úgymond elment. Próbálunk dolgozni ezen, csak egyszerűen az itthoni körökben ez nagyon gyakori dolog volt, hogy megépítettünk egy autót, tök fasza volt, el akarta az ember adni, és akkor nem tudta eladni, visszahozta az autót, visszaalakítottuk gyárira, boldogan elvitték, jött a tulaj, most vettem ezt az autót, és szeretném megtuningolni, mit tudtok rá ajánlani? És volt olyan, hogy visszaraktuk ugyanazt a szettet, amit... A következetesség egy nagyon hasznos emberi tulajdonosság. Igen, és visszaraktuk ugyanazt a szettet, amit az előzőről elraktunk, levettünk, és akkor és dolgoztunk fel egy csomót, és akkor ő legalább örült, hogy egy gyári autót tuningolhatott meg. Tehát szerintem valamilyen oknál fogva ez egy ilyen félelem, hogy úristen, a tuning autó az mindenféleképpen rossz, pedig hát összességében használtan is sokkal olcsóbban megkapná ugyanazt. De hát mondom, ez ilyen. Menjünk kicsit akkor a motorhoz, nézzük meg ezt a motort. Így röpködnek ezek a 7-800 meg 1000 lóerők, de akkor ez most egy ennyire strapabíró blokk, vagy meg lehet csinálni nagyon strapabíróra? Hát én úgy szoktam általában javasolni, hogy egy ilyen 750 lóerő és 800-850 Nm az, amit egy gyári motorblokk, gyári dugók, gyári hajtórudak azok szeretnek. Az fölött nem azt mondom, hogy azonnal ki fog jönni, de aki annál többet akar, akkor már erősen ajánlom azt, hogy legyen benne kovácsolt mindenből. Blokk főtengely az maradhat gyári, azt nem muszáj bántani. Ez egy könnyű fémötvözet, de felülről zárt vízteres, tehát closed deck. Ez fontos. Closed deck motor, ami azért fontos, mert hogy? Hát, mert hogyha nem lenne benne, akkor mindenképpen bele kéne rakni. Ugye a 370Z-be ugye open deckes, tehát ott ha ebből komoly teljesítményt akarnánk, akkor mindenképpen le kéne zárni. Ezeket a blokkgárdokat, meg ilyeneket én nem tartom a legjobb megoldásnak. Abból, hogyha esetleg egy ilyen illesztett van, ami tényleg úgy bele van préselve, akkor azt mondom, hogy akkor az csak-csak. Ezekkel a motorokkal tényleg, amit a legerősebbet csináltunk, az is egy full gyári blokkot használt. És abból is, nem gyári főtengely volt, mert ugye egy stroker főtengely volt benne, de a gyári főtengely is kibírná azt a teljesítményt, amit kibírt. Tehát maga a blokk, meg a főtengely azért nagyon erős. A hajtórudak azok, mondom, erre a 750 óra, 850 Nm-re erre biztos, hogy jók, mert olyanból már csináltunk egy párat, és azok jól viselik. Hogyha annál több kell, akkor inkább biztonság kedvéért ki szoktuk cserélni őket. Hengerfej. Igazából azt vettük észre, hogy ha úgymond nem kell óriás teljesítmény, tehát mit tudom én, ez a 800 lóerő, 1000 Nm, ez elegendő, akkor a hengerfejhez idézőjelben nem nyúlunk hozzá. Tehát sem nagyobb benyitású tengelyek, sem hosszabb ideig nyitva tartó tengelyek.
csatorna bűvítés ilyenek, az sem? Hát a csatornákban maximum az öntési hibákat szoktuk kimunkálni, és nagyjából ennyi. Ha már ennél nagyobb teljesítményre van szükség, akkor szokott az lenni, hogy akkor tényleg egy ilyen komoly portolt tengerfej, nagy tengelyek, szeleprúgók, szelepek, mindenki van cserélve, mert akkor tényleg szükség van a nagyobb fordulatszámra. Így úgymond ennél a 800 lóerőnél ennél nincs még szükség. De mondjuk 1000 lóerőhöz sem úgy van, hogy akkor ha 1000 lóerő kell, akkor már mindenképpen bele kell nyúlni. Elég jók szerintem a gyári tengelyek, jól ki vannak találva. Ez egy VR motor, vagyis igen, a V-motor családba tartozik, míg a 350Z, ugye a két üléses rosszer, az meg a VQ, a igen, szívó igen variáns, mondjuk azt. Tehát ha én mondjuk most élelmes 350Z tulaj vagyok, és azt mondom, hogy ho-ho, akkor fölpakolom a GTR-nek a turbós alkatrészét az én motoromra, az megoldható? Megoldható, csak nem olyan egyszerű, mert pont úgy csinálták meg, hogy ne legyen könnyű dolga az embernek. Tökre hasonlít minden, de tök más minden. Tehát, hogy úgy nincs átjárhatóság. Nincs sajnos. Tehát olyat lehet csinálni persze, hogy egy ilyen pléttel fölrakni a GTR turbo szettet, és akkor mivel hogy a plét miatt ugye kijebb jön a turbo, utána már megint az elhelyezési dolgok azok már előjönnek, de meg lehet csinálni, mert szokták csinálni, csak az sem annyira olcsó, nagyon sok munkaóra miatt. Ennek hát a GTR turbók sem annyira olcsóak. Ja, hát, hogy a levedlet GTR cuccok sem? Nem olcsóak. A GTR turbó az ugye úgy néz ki, hogy a leömlő meg a turbinaház az egy anyag, és mivel jó meleg szokott lenni, ezért hajlamos repedni. Tehát most már az van, hogy a gyári turbinaházak, vagy hát leömlő turbinaház, az már ilyen kincs számba megy, ami nincs elrepedve. Sosem gondoltam volna. Azt gondoltam, hogy ez egy olyan alkatrész, hogy úgyis jön a HKS, aha, és hogy hajítják el. Ja, persze, hát a gyárikat, csak nagyon sokszor úgy alakították át a turbókat, mert az a legegyszerűbb megoldás, hogy magát a gyári leömlő turbinaházat elviszed a turbóshoz, és belemunkál egy jóval nagyobb turbót. Úgynevezett hibrid. Hát egy hibrid turbót, igen. És akkor ezáltal ugye nem lettek, tehát újra lettek hasznosítva ezek a leömlők. Érthető és zseniális. Mindenhol említettél hozzávetőleges árakat, amikor eljön az a pont, hogy már szükség van mondjuk hajtórúd és dugattyú cserére, akkor ott mire lehet számítani, mondjuk tényleg egy ilyen, maradjunk, mivel mindenhol ezt a 800 lóerős teljesítményszintet emlegetted, tehát egy 800 lóerős teljesítményszintre felkészíted. Hát mondjuk egy ilyen melliből, egy ilyen közepes márkából 1 millió forint a maga... Csak a mozgó alkatrészek? Maga kovácsolt dugóhajtórúd, HKS-ből ez pont a duplája. A HKS-t itt azért szeretjük, mert a gyári illesztés az 1/300, és a HKS az meg tudja ilyenre csinálni a dugattyúját. Tehát magyarul a hangja, az olajfogyasztása minden olyan lesz, mint egy gyári motornak, tehát észre se lehet venni azt, hogy ez most kovácsolt. Valószínűleg az élettartam is jóval hosszabb, csak hát ugye az ára magasabb. Van ennek presztízse? Az emberek ezt kezelik presztízsként, hogy beletegyek a drágább? Igen, egyébként ez olyan, hogy most a 8000 fontos farmer nadrág, meg a 80000 fontos farmer nadrág között nincs nagy különbség, mert a 80000 fontos nem veszi fel magát, meg nem tud jobban járni. TV van benne. Igen, hanem van egy kicsit ez a márka oldala is. Én el szoktam mindenkinek mondani, hogy melyik alkatrész miért jobb, hogyha drágább, vagy miért nem, és aztán azt magának az ügyfélnek kell mérlegelni, hogy megéri. Tehát vannak azok a pontok, ahol nem érdemes spórolni. Hát most pont ennél a dugóhajtókarnál, hogyha tényleg ilyen mindennapos autó, egy kicsit a kovácsolt dolgoknak a hangja azért zavaró tud lenni, amikor még hideg, és az nem annyira illik az autónak a kinézetéhez, mert egy versenyautónál az teljesen mindegy, hogy most kicsit kolompol még hidegen. Egy ilyen utcai autónál azért kicsit zavaró. Azért jól tele van az a géptér. Igen. Láttuk, hogy hol vannak a turbók, a leömlők, stb. Mennyire nehéz dolgozni egy GTR-en? Hát nekem sem ennyire, mert én egy csavart nem szoktam meghúzni, de a Zsolti kollégám az szerintem mutasz neki egy földön guruló csavart, és megmondja, hogy hova való. Mert annyi motort nem is erre a részére gondolok, hanem az autó, tehát hogy amikor megjelent 2006-ban, 2007-ben, ez már akkor egy nagyon komplex autónak számított. Nagyon sok modern megoldás volt benne, és azért még most is egy ilyen nagyon technikás szósz, tehát hogy nehéz hozzányúlni egy GTR-hez úgy általában. Hát szerintem úgymond annak, aki még sose látott, annak biztos, hogy nagyon nehéz. Mondom, nálunk a Zsolti az tényleg mindent megtud. Tehát, hogy a váltóbnak is bármi úgymond nyűgje van, akkor azt meg szokta tudni oldani. Uh-huh. Tehát
ő átlátja az egészet, hogy mi hogy működik, miért működik úgy, és ilyen apró kis gumigyűrű kiszakadást is meg tud találni, vagy ha bármi van, mert azért nem azt mondom, hogy mindennapos, de szoktak lenni ilyen fejtörős problémák, és ezeket meg lehet azért oldani. Hány GT-re vagytok túl nagyjából eddig? Hát ez tök jó lett volna megszámolni amúgy. Nem tudom, sok. Mondható főprofilnak amúgy, mit Retszenéknál, vagy pedig... Hát igen, érdekes módon mondjuk mostanában nagyon sok Z kezdett eljönni. Tehát ó, a használt jössz, mert életőrt, igen, igen. Tehát azokból most is csinálunk ugye motorfelújítást, de GTR-ből azért még mindig nagyon sok van. Bár mondom, most az elmúlt években úgymond egy kicsit csökkenő a tendencia, előtte meg nagyon növekvő volt. Tehát hogyha nem volt itt 6-7 GTR, akkor már rosszul éreztük magunkat, hogy valami baj van. Most azt, hiszem, az ember. Most azt hiszem csak 3 van itt. Lesz ennek valaha olyan ázsiója, vagy van már olyan ázsiója, mint mondjuk a kintparkoló Skyline-nak, vagy mondjuk egy Hachi-nak, vagy egy SX-nek, vagy Evo-nak, esetleg egy 6-osnak, 7-esnek? Hát szerintem biztos, hogy lesz, mert miért ne lenne. Ezek is ugye elkezdenek elfogyni, már ugye most is megszaladt az áruk, tehát szerintem lesz neki jövője. Nem látok bele, hogy mi lesz, hogy lesz. Azt tudom, hogy volt olyan ügyfél, aki el akart adni egy jó másfél évvel ezelőtt 2017-es GTR-jét, és akkor még nem volt az ára, és akkor mondtam neki, hogy ne tedd. Mert hogy szerintem, mivel megszűnik a gyártás, nagyon fel fog szaladni az ára. Már megvolt a vevője, és visszalépett. És jól döntött. És aztán mondtam, hogy most egy pár rekes sörrel már tartozik, mert egy kicsit megduplázódott az érték. Nagyon sokat hallottam erről az autóról, de most így azért mégiscsak jobb élőben látni. Ugye ez a te drift versenyautód, ez egy SR20-as motor, vagyis egy 2 literes Nissan gyárilag turbós motor, ami most itt 800 lóerős. És ez azért az eredmény. Hát, hogy neked ez célod volt, hogy legyen valami... De akkor miért nem... Tehát, hogy nem értem a logikát, mert hogy használhattál volna JZ-motort, RV-motort, akármit, de miért a 2 literesből indultál ki? Ez nem egészen így működik, hogy miért ebből itt indultam ki. Tehát, hogyha valakit azt mondaná, hogy most szeretnék egy 800 lóerős autót, mi a legjobb alapok, azt nem mondanám neki azt, hogy vegyél SR-t, hogy ez a legjobb, hanem nekem ez egy ilyen... Erre gondolok. Ez egy ilyen hülye szerelemből indult, és én nekem ezt így kötelességemnek éreztem, hogy én ezt meg akarom építeni, és ez nagyon sokáig épül. Tehát, hogy így, ha elsőre akkor megveszem mindenből a legjobbat, akkor már tök régóta erős lenne az autó, csak ugye mindig az van, hogy így, amikor így az ember látja az árcédulákat, akkor így azt mondja, hogy ah, majd én megoldom olcsóbban. Nem, hát ebbe bele kellett venni nagyon sok mindent, ami nagyon jó, és ettől lett ilyen. Most már utólag végig gondolva, persze, tehát mekkora hülye vagyok, hogy minek locsoltam benne ennyi pénzt. Ez az egyik olvasata, a másik olvasata, hogyha most kimennék egy 800 lóerős JZ-vel a versenypályára, akkor most jelenleg egy lennék a sok közül. Így, hogy kimegyek egy 800 lóerős négyhengeressel, így egy teljesen egyedülálló valamit hoztam létre. Teljesen más a hangja. Igazából vannak előnyei az SR20-nak, de driftben sok minden hátránya keletkezik. Hát ugye őt, hogyha kiesik a hasznos tartományból, akkor nem nagyon fogja elforgatni a 265-ös gumit. Holott mit tudom, hogy egy V8-al, kompresszorral, turbóval, akkor még ott is forgatja kényelmesen a kereket, ahol ő, aki már fogalma sincs, hogy merre van előre. Úgyhogy egy sokkal nehezebben vezethető autó. Mi az a kényelmes tartomány? Milyen fordulaton tudsz egyáltalán? Hát ő 4500-as fordulattól kezd el egyáltalán valamit csinálni. Szerény a turbó az. Igen, igen. Nagyobb az átmérője, mint a hengerfej szélessége. De azt mondom, hogy ez a 4500 és 8500 között viszont azért elég széles tartományban használható, és elég szép nyomatéggörbe is sikerült hozzá. Úgyhogy összességében szerintem ez most egy nagyon jó setup, de drága meg kényes természetesen. Én rossz vagyok matekból, de ez egy 2 literes 4 hengeres motor, hengerenként 500 köbcentivel, tehát 500 köbcentinként megszületik 200 lóerő, ami brutális megterhelés a dugókra, igen, a hajtórudakra, igen, a csapágyakra. Mindenre, igen. Annyi van, hogy ez már nem... Mit kellett tenni ahhoz? Mit tudta egyáltalán meghagyni a gyári blokkból, hogy ez működni tudjon? Hát a gyári blokknak a felét. Azaz? Tehát ez ugye úgy működik, hogy nem 2 liter, hanem 2-3. Tehát ugye ez be van... Hogy már stroker?
Hát ugye stroker főtenge is van benne, meg nagyobb dugattyúk. Tehát ugye ebben egy Darton hőjelzés van, 89 és feles dugattyú, 91-es lökettel, tehát ugye ez így majdnem 2300 köbcenti. A hengerfeje az egy japán belpiacos VVL hengerfej, az SR20VR-ről. Ugye ebben egy nagy tengelyek vannak, a Kelfordnak a termékei, Kelford tengelyek, Kelford szereprugók. Ugye a Mazwerk szívósor, ugye már át lett alakítva a hézagolókorongmentesre. Tehát egy csomó olyan hiba, ami korábban elég sokat szivatott, az már ki lett küszöbölve rajta. És hát ugye ami a lelke, az a Borgwardernek az EFR CDS turbója. Ez motorsport turbó, vagy valami egyéb területre? Ez egy motorsport turbó. Ez tényleg egy nagyon speciális széria, azért szeretem, mert nagyon, nagyon dinamikus tud lenni. Tehát előtte volt geretem, az is pedig golyócsapágyas volt, de hát ég és föld lett a különbség. Tehát itt a turboreakció idejére gondolsz, hogy gázadáshoz mérten mennyire gyorsan pörög fel. Áll, és azt gondolom alap. Ez van, de megmondom őszintén, hogy ehhez a turbóhoz, ehhez a setuphoz az ALS ez inkább a diszkó részét szolgálja. Ó, ja, hát egy driftverseny az is fontos. Hát fontos, igen. Tehát ugye drifteltem már Teslával is, ott tök jó volt a vezethetőség, de a hang az nagyon, nagyon sokat hozzátesz. Tehát a driftversenyen például, ha valaki túlhalkítja a kipufogót, akkor valahogy az úgy levon egy kicsit az értékéből. És itt most ez az autó mennyire stabil, mennyire üzemórás? Hát én azt gondolom róla, hogy azért ez így üzemórás. Tehát azért ezt nem mondanám egy stabil setupnak. Attól függetlenül már elég sok megmozdulása volt neki. Tehát azt mondom, hogy jó, de nem mondhatnám azt rá, hogy ez 10 évig hozzá se kell nyúlni, csak a szelefedelet letörölni. Most hardveres módosítások voltak, variáltatok az üzemanyagrendszerrel többek közt, és nyilván hozzá kell programozni. Igen. Mi történik itt most a gépen? Igen, hát ugye nagyon fontos az, hogy az autónak már a teljes programozása elkészült tavaly, akkor tök jól működött volna elméletileg, mert a teljesítmény az tökéletes lett volna, de én láttam az üzemanyag táblán azt, hogy nem olyan, mint amilyennek lennie kéne, ezért azt feltételeztem, hogy az üzemanyag nyomás az leesik nagy fordulaton, és ennek kiküszövülésére bekerült egyébként egy üzemanyaghíd, amin van egy üzemanyagnyomás mérő szenzor is, egy új üzemanyagnyomás szabályzóval leteszteltük, az előbb mentünk egy kört, és tényleg az történt, amit gondoltam, hogy nagy fordulaton leesett az üzemanyagnyomás. Ennek kiküszöbölésére a benzinpumpák kaptak vastagabb vezetékeket, ugyanis a gyári vezetékeink is vékony 0,5-ösök, rengeteg csatlakozón keresztül mennek, és egyszerűen elveszik a teljesítmény. És lefordítva, nem tudja megetetni a gyári üzemanyagrendszer már benzinpumpát? Nem, hát eleve már ugye két nagyobb benzinpumpát raktunk bele. A két nagyobb benzinpumpának viszont nagyobb az áramfelvétele, ezt az nagyobb áramfelvételt meg nem tudja megtenni már az autó, leesik a feszültség. Mert ugye, hogy teljesítményt felvenne, áramerősség kell, így úgy tudjuk megoldani, hogy ha vastagabb vezetéket viszünk oda, akkor meg fogja kapni a megfelelő feszültséget, meg lesz az áramerősség, meg lesz a teljesítmény. És ugye még előttetek kipróbáltam az autót, akkor leesett az üzemanyagnyomás, most ugye mentünk egy kört, és most tökéletesen megmarad az üzemanyagnyomás, és most helyre lehet igazítani az üzemanyagtáblát. Mi minden egyes autót így szoktunk programozni, hogy minden paramétert végiglogolok, mindent végigelemzek, és aztán addig igazgatom, ameddig jó nem lesz. Nekem pont az volt, hogy működött az autó, mert nem volt szegény a keverék, csak nem tetszett az üzemanyagtábla, és azt feltételeztem, hogy leesik az üzemanyagnyomás, hogyha leesik az üzemanyagnyomás, akkor meg én az nekem egy kicsit olyan veszélyes üzem, mert hogyha egy kicsit gyengül a pumpa, akkor majd esetleg átmegy szegénybe is. Elszegényedik a keverék, ez gondolom a motornak. Hát ez a motornak. Nem lenne a motornak. Igen, nem lenne baja, mert ő nagyon sokat kompenzál, hogyha kompenzál, és már nem tud eleget kompenzálni, akkor hibakódot ad, letilt ilyesmi. Tehát ez az autó, ez már nem olyan, mint a régen, hogy akkor kilukad a dugattyú, hanem ő sokkal hamarabb megállítja ezt a folyamatot, de én nem szeretem. Én azt szeretem, hogyha az üzemanyag kompenzáció is minimális, a gyújtás kompenzáció is minimális. Tehát minden egyes autót én úgy szeretek programozni, hogy az tökéletesen működjön, és tudjon a kompenzáció működni. Sok olyan elrontott chip tuningot láttam már, amikor beírja a tuner, hogy akkor legyen másfél bár,
1-8 lett, nem baj, maradhat közben, meg már úgy van, hogy a szegény autóm össze-vissza próbálná kompenzálni magát, hogy meglegyen az adott célnyomás, de hát nincsen meg, mert semmi nincs jó beállítva. Itt mindent úgy próbálok beállítani, hogy tökéletes legyen. És ezt a GTR gyári vezérlése engedi? Ez a gyári motorvezérlő? Gyári motorvezérlő van benne, de ez felül van írva egy EQTEC-kel. Az EQTEC olyankor kicserél az összes táblázatot belül a sajátjaira, és onnantól fogva rengeteg lehetőség van. Tehát most már, hogy bekötöttünk egy üzemanyagnyomásmérő szenzort, innentől fogva már az üzemanyagnyomásra is tudok kompenzációt, illetve védelmet berakni. Tehát, hogyha mondjuk leesik az üzemanyagnyomás, akkor nem az fog történni, hogy puff, valami baj történik, mert ha viszont egy benzinpumpa elromlik, akkor az hirtelen tud nagy hibát okozni, és attól akár tönkre tud menni a motor. De viszont itt meg látja, hogy leesik az üzemanyagnyomás, puff, azonnal elvágja a teljesítményt, és akkor először csak nem érted, hogy mi fejelted le a kormány, de közben megvédte a motort. Úgyhogy ez most ilyen szempontból nagyon jó az az autó, hogy meg ez a komputer, hogy bármit lehet. Tehát a komolyabb autóknál ugye 12 injektor, flex fuel szenzor, tehát ez nagyon-nagyon elmódosított tengelyekkel, mindenekkel tökéletesen tud működni. Amit 1500 lóerőre megcsináltunk, az is gyári komputerrel ment, és tényleg jól működött. Guruljunk egy oldalra. Először szerintem inkább módosítok egy kicsit az üzemanyagtáblán, hogy aztán tudjunk még egy logot. Mert ugye most tényleg úgy néz ki a tábla, ahogy gondoltam, most ki akarom igazítani úgy, ahogy szerintem kellene, és aztán utána már is mehetünk. Ugye, ezen állíthatóak a programok a kormányról. Ah, és a tempomat vezérlőről. Cancel gomb megnyomásáról, simán a gyári tempomat gombokkal. Igen, itt mutatja, hogy hányas programban vagy. Ugye a 4-es program ebben a legerősebb, de hát mindent odaállítok, ahova akarok. 1-es programot szoktam a gyárinál egy kicsit gyengébbre, tehát ott akarom hagyni valakinek. Ezt miért csinálod, hogy az 1-es programot a gyárinál kicsit gyengébbre? Hát marha egyszerű, oda akarod adni barátnak, feleségnek, akármi, akkor legyen egy kicsit ilyen komódos mód. Lehet egyébként ilyen teljesen visszavett módot, tehát hogyha mondjuk tényleg olyan embernek adod oda, hogy nem akarod, hogy kipróbálgassa az autót, akkor lehet olyat, hogy 200 Nm-es korlátot, az jó nagy kitalás. 200 Nm? Igen, tehát az magyarul el lehet vele gurulni. Hát ezt akartam mondani, hogy az MX-5-ön 150 Nm-rel nem erős autó. Hát igen. Talán ez pedig a súlya kétszer. Hát amit szeretne az ember. Nem így szoktam már vezetni, csak ülmögöttem Áron, mint operatőr. És ezért így kellett beállítani az ülést, mert nyilván teli kocsival megyünk, hogy környezetbarát legyen. Azt az úristen, ez jó hangos. Ez egy ilyen fura tartományban hangos, hogy belülről hallod a koponyát. Most te látsz élőadatokat? Minden élőadatot látok, logolom is, tehát ezt fölveszem, de későbbiekben ugye visszanézhető. Én, amikor egyedül programozok padon is, vagy utcán is, akkor úgy szoktam, hogy elgyorsítok, utána megállok, megnézem mit az élőadatokat. Mit enged a GTR szoftveresen? Hát igazából mondhatni szinte mindent, tehát bármit meg lehet csinálni, ugye a motorral is, a váltóval is, ugye az erősen módosított autókban a váltót is elég rendesen át kell írogatni. Ezt akartam kérdezni, hogy a ti léptéketekben ez az autó most hol tart? Hát ez az a szint, amit mondom, ezt a megépített autóból egy ilyen közepes szint, amit tökre ajánlok egyébként bárkinek, amit el is mondtam. Ennél erősebb, azok már veszítenek a vezethetőségből. Hát majd te megmondod, szerintem ennek tök jó karakterisztikája. Nyilván nem fogom itt most nagyon megtapost, mert nem az enyém az autó, hogy köszönjük a tulajnak, hogy ezt így látatlanba odaadta nekünk. Tudom, hogy éppen nincs is az országban. Igen. De azt érezni, hogy hát az majd még nem mentem gyári GTR-rel, hogy nem tűnik tuning autónak. Tehát nem érzem azt a, tudod, azt a jellegzetes, kicsit széteső érzést, hogy minden méteren olyan, mintha éppen az utolsó lenne. Hát igen, meg ugye, hogy amik a nagy turbósok, mi nagyon erősek, azok olyanok, hogy így nagyon-nagyon lassan épül fel a turbónyomás, amikor viszont felépül, akkor leszakítja a fejedet. Ez még pont olyan, hogy szerintem tök jól autózható. Nem akarja kitépni a négy kereket maga alól, mert ugye amikor nagyon erősek, azok négy kerékkel képesek kaparni, és igazából nagyon nehezen vezethetőek, ezzel még szerintem tök jól el lehet kocsikázni. És azt mondtad, hogy ez most az 1-es program? Nem, most felraktam 4-esre, de... Most a 4-es? Na, tehát a legerősebb, de hát bármikor válthatsz. Várok egy picit, hogy elfeltisztuljon előtte. Nagyon érdekes az egész, mert valahogy nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy ennyire új autóban ülök. Tehát, hogy ennyire új autókat ritkán építenek át.
gyárilag is füstöl, tehát hogyha veszünk egy full gyári GT-t, leveszünk róla a katalizátorokat, akkor is ugyanígy fog füstölni. Mondom, hogy valakit nagyon zavar, akkor el lehet belőle tüntetni. Csak akkor a hát alsó, alul a betöltési karakterisztika egy kicsit elromlik. Természetesen ebben is van hülye gyerekmód, hogyha ha szereti az ember azt, hogy egy kicsit puffogjon, már pedig a sok ember szokta tőlünk kérni, akkor van egy olyan lehetőség, ugye, hogy kicsit visszadúrogjon a kipufogó. Ez egészen dráma, hogy ez a kicsit visszadúrog, ezt előbb hallgattuk kívülről Áronnal, és nem tudtuk, mi történik. Ez is kapcsolható, tehát hogy ne legyen mindig, mert most látod, az előbb nem csinálta. Hogy? Tehát, hogy azt mutattad, hogy a módválasztás az a tempomat kapcsolókkal megtörténik, ez egy tök elegáns megoldás, hogy nincs szétfurkálva kapcsolóknak egyébként. De hogy az összes többi funkciót hogy vezérlet, ugye a GTR-nek van egy nagyon komoly középső kijelzője mindenféle adatokkal. Igen, ezt nem is kell bántani. Tehát, hogy például itt is a hajtást, ugye gyári gomba vezérlet, ilyenkor egy kicsit jobban engedi kiforgatni, hamarabb visszavált, ugye a menestabilizátor kicsit kevésbé szól velem, az előbb eléggé beleszólt, és ez meg a futóműnek a hangolása, ezt szoktam csinálni, hogy például a dúrogás az akkor jön elő, hogyha komfortra rakod az autót. Komfortmódba dúrog? Hát a komfort futómű módba, de hát igazából ezt bárhol lehet ezt telefonról is kapcsolni, ahogy szereti az ember. Itt lépett neki, csak 3500 forint fogja csinálni. És most visszalépsz egy picit a gázra. És ez mind kizárólag programozás kérdése? Igen. Tehát volt olyan, hogy nem kell visszalépni a gázra, csak az a baj, hogy akkor az már nagyon álleszes, és azt egy-két ügyfélnél rájöttem, hogy azt azért nem csinálunk ALS utcára, mert nem biztos, hogy szeretném azt, hogy bemenjen a körforgalomba fék nélkül, mert ugye az ALS az el is viszi ugye a fékvákumot, tehát olyankor megszűnik úgymond a fékhatásnak az érzés, nem szűnik meg a fékhatás, csak olyan érzése lesz. Jól értem, hogy a motorvezérlő hardware gyári, a vezetékezés gyári, igen. És minden ilyen módosítás, tehát az ide-oda kötözgetett kapcsolók, hogy a komfortmód hozza a dúrogás meg, hogy a tempomat kapcsolóval hozott be a különböző módválasztást, ez mind programozás kérdése, és ezt az autó gyári architektúrája engedi. Igen. Azért ez döbbenet. Igen. Ez nagyon durva. Tehát most egyébként, hogyha elrugod neki, és meg... használhatatlan, 5000-től jön meg a 1500 Nm és igazából vezethetetlen, hanem ez a tök jó autózható. Azt mondtad, hogy ez itt most egy 800 dolláros autó keréken. 800 VHP-s, igen. Keréken mérve, hogy ebben már benne van a hajtáslánc-veszteség. Keréken mérve 800 dolláros autó, egy nagyjából 900 Nm-rel? 950. Ezt is igazából följebb lehet vinni, de én pont ugye, ha mert a nyomatékot ezt éppen lekorlátozzuk, akkor az a váltónak is jót tesz, a kuplunknak is, vezethetőségnek is, minden úgymond meghálálja, és szerintem elég, de ha valaki többet szeretne, akkor többet tud ebből a turbóból, főleg, hogyha mondjuk etanolt is használnánk, akkor simán ki lehetne mondjuk 900 VHP-t, meg 1100 Nm-t is. És ha ti léptéketekben, tehát a rendszernek a léptékében ez az autó most hol van nagyjából? Hát mondom, én a középszintnek mondanám. Tehát ez egy középszint. Igen. Tisztességes. Nem, tényleg ez addiktív, tehát hogy az ember azt gondolja, hogy ahogy megjön a teljesítmény, hogy egyszerűen legyőzhetetlen, hogy mindent meg tud oldani, és azért ebből szokott lenni a baj. Hát most így szerintem, hogy vagyunk hárman az autóban, így is biztos vagyok benne, hogy 5 másodperc, 100-200 az tudná az autó. 100-ról 200-ről 5 másodperc. Azt mondtad, hogy a Model S Plaid, ahogy most ilyen referenciának számít, annak a 100-200 az nagyjából 4. Tehát, hogyha most ebből is egyedül ülnénk, ilyesmi, akkor 4,5 lenne mondjuk. Ha etanol lenne benne, meg 1100 Nm, meg ilyesmi, akkor tudná szerintem talán a 4-et, de inkább a 4-1-2-t. Utcai autóknál, hogy BMW-ös BMW-nél mennyi ez az érték? Hát, gyárilag szerintem ilyen 7 másodperc körül. És azt már erősnek érzi. Igen. Hát most egy M3-as, 4-es BMW is ilyen
8 környéke, és hogyha elkezdjük tuningolni, akkor mindegyik ugye gyorsnak számít. Turboprotektor ilyenkor van, vagy lesz szabad állítani, vagy hogy működik? Ebben nincsen, tehát ezt ebben manuálisan van, tehát hogy nem érdemes. Hiszem, hogy a távolság 179 km/h elég. Mennyi fogyaszt egy ilyen, amikor? Hát amikor itt terheled, szerintem akkor nagyon sokat. Tehát a rettentő sok és a borzasztó sok között valahol. Aha. És csak 100-as benzin, tehát őket hát, igen. Tehát azt mondom, hogy volt olyan ügyfelünk, aki el tudott járkálni ilyen 8 literrel is az autóval. Azt én nem tudom, hogy csinálta. Neki akkor Prius-t kéne venni. Igen. De szerintem ilyen 11-2-3 literrel el lehet normálisan járkálni vele, viszont hogyha így használod, mint most, akkor nem tudom, akkor egyszer csak tankolni kell. Csodálatos. Tényleg még mindig azt mondani, hogy nekem nem a kedvencem ez az autó, de minden alkalom, amikor belelök egy ilyen épített darabba, akkor így azt érzem, hogy ezt meg tudták valósítani, és azon az áron oda tudták adni az embereknek annó 2006-7-ben, ez eszméletlen felmérték. És igazából én még fogom egy kicsit simogatni ezt az autót, de már nem nagyon kell, mert egészen jól sikerült a csúcs. Mire használjad azt? Gyorsul vele, vagy ez kirándulós? Kirándulós. Aha. Elnyugtató. Köszönöm. Szerintem még nagyjából emlékszetőbb sem volt, amikor először elkezdtünk arról beszélgetni, hogy én egyszer így kijönnék hozzád megnézni a műhelyt, ahol dolgoztok, a Redsunt. De hogy ennél is érdekesebb, hogy így úton útfélen hallom a neved, a műhely nevét, meg ilyenek, de hogy nem tudom, hogy ez neked hogy indult, tehát hogy jött az autó? Hát én még a hőskorban még hondás gyerek voltam, és a hondámat építgettem, és pont a Zsolti, ő volt az autószerelőm, és ő neki hordtam a hülyeségeket, hogy építsünk bele egy tengelyt, rakjunk bele dugattyút, rakjunk rá szívósort, fokoljunk, ilyesmi dolgokat csináljunk, és hát ő ezekre hajlott, ezekre a dolgokra. Úgyhogy elkezdtük ugye tuningolgatni az autómat, és hát azzal is jártam még gyorsulási versenyre, meg az éjszakába, de akkor is nem a standard vonalat képviseltem, hogy Honda Civic-et tuningoljunk, mert mindenki azt csinálta, hanem nekem Accordot kellett megcsinálnom, úgyhogy jobban menjen, mint a Civic. És, 2000 eleje? Közöttel? Hát igen, ez a 2000 eleje, 2002-3 környéke valahol. És akkor gondoltunk egy nagyot, hogy amikor vettem egy S14-et ugye a Hondából, mert akkor nekem az S2000 volt az álmom, csak nem bírtam ugye ezt beteljesíteni, mert akkor is nagyon drága volt. És a változatos a kedvér most is nagyon drága. Igen, és akkor egy S14-et azt egész olcsón meg tudtam venni, és az egy nagyon nagy szerelem volt. És azt is elkezdtem persze átépíteni, megtuningolni, mert hogy miért is ne. És azt is már a Zsoltival csináltuk, és akkor született meg a nagy ötlet, hogy miért nem csinálunk együtt egy ilyen közös műhelyt, ahol japán autókat építgetünk. De a japánosság az akkor hitvallás? Hát... Vagy csak így ezt dobta a gép, mert tudtam, hogy a napijárosod, egy Tesla... Hát igen. Hát egy darabig volt ez a nagyon-nagyon szemellenzőség, hogy csak a japán autó jó autó, és a BMW a szar, a Merci a szar, meg minden, de ezt így kinőttem már, tehát mert úgy vagyok vele, hogy minden... Mindenki Hondásnak születik, csak aztán tovább fejlődik. nem így mondom, hanem az a lényeg, hogy minden autóból vannak jó autók, meg rossz autók. Azért látom, a Hondától most sem feltétlenül ijedtek, hát itt ez a gyönyörű szép szárnyas Civic. Igen. Ez a 30 éves űrhajó. Hát igen. Mi történik vele? Hát rajta most csak egy kuplungjavítás folyik. Ezért nincs benne a váltó, a hátsó futómű. Hát igen. Mihez tudtok hozzányúlni? Mert a GTR az majd, hogy nem evidens, azt mondtad egy ponton, hogy kvázi meg sem tudnád számolni, hogy már hány nyert itt. Aha. De azért itt ez az öreg Celica. Igen. Aztán itt egy NSX, azért a parkolóban áll még Skyline Istán. Tehát, hogy meddig terjed a ti kompetenciátok? Hát ugye alapból
ugye Japánból nem válogatunk, de hát ugye jobban elismernek, vagy jobban ismernek minket a Nissanos körökből. Tehát régen ugye rengeteg 200-es X-et, S13-ot, S14-et csináltunk, ezek most tanára már nagyon kikoptak. Tehát most van például a parkolóban egy, amit éppen csinálunk, de attól függetlenül ebből egyre kevesebb van. Most a 350-370-zék azok sokkal gyakoribb vendégek, meg hát ugye ezeknek megfelelő Infiniti változatok. És mennyire működik most ez? Tehát ugye volt egy jó kis Covidunk, ami megnehezítette a beszerzést, aztán jött a háború, meg most a nyakunkba esett, mert igazából a háború előtt egy jobbfajta infláció, meg ilyenek. Mennyire van meg az emberekben még az igény? Látjátok az apadást, vagy ti is csak azt érzékelitek, hogy a 2 éves várólista most már csak 1 éves? Vagy hogy alakul? Nem, hát ez nagyon erősen érezhető. Tehát a 19-es év volt a Felnikben, azt mondom, hogy a csúcs nálunk, amikor kb. Megszámolhatod. Nem is csak Felnikre gondolok, hanem úgy általában az autó átépítés, hát a tuning. Hát az átépítés tuningba azért nem tudom azt mondani, hogy nagy a visszaesés, mert ott tényleg az óriási várólista az folyamatos. Annyi talán mondom, hogy egy kicsit kevesebb a GTR, de a GTR azért is lehet kevesebb, amit ugye beszéltünk, hogy drágább lett maga az autó, és kevesebb van. De azért most is mindenkinek, aki megvette korábban az autóját, most már lejár a garancia, és akkor most már jelentkezett, hogy majd jön nem sokára. Tehát azért az így mindig van, de talán kevésbé intenzív az átépítés. Nagyon drágák lettek az alkatrészek is, ugye drágultak az alapanyagok, tehát most már egy sima dugattyúszett is majdnem a duplája, mint ami régen volt. Ez azért visszaveszi egy kicsit a kedvet. Tehát mit tudom én, Toyota GT86, Subaru BRZ, ezeket is nagyon sokat javítjuk és tuningoljuk. Tehát ott is egy kompresszor szett, az már egy eléggé komoly beruházás. És ha jól számolom, akkor most már azért egy 20 éve benne vagy, ebben bő 20 éve. Hát igen. Tudod még ugyanolyan lelkesedéssel csinálni, vagy most már azért úgy... Hát ez nem kopik meg. Tehát, hogyha olyan a feladat, amit úgy szívesen csinálok, akkor azt nagyon szívesen csinálom, hogyha valami olyan feladattal bíznának meg, amihez úgymond nincs kedvem, vagy nem érzem magaménak, akkor egyszerűen nem vállalom el, mert fölösleges. Olyan dolgot elvállalni, nem szeretek. És szerinted hova tart ez? Meddig van ennek jövője? Hát ez nagyon érdekes mert kérdés. Mert rányújtál a Teslára, azt látom. Igen. Tehát, hogy ezt a Tesla... fúrásforagást, ezt a villany sem fogja elvenni tőled szerintem. Szerintem igen. Tehát én azt gondolnám a Teslába is, hogy nagyon sok autó lett belőle, egyre több autó lesz belőle, és szerintem nagyon sok embert fogja zavarni az, hogy pont ugyanúgy néz ki, mint a másik 100, ami ott áll a parkolóban. Főleg egy Teslánál ez nagyon para, hiszen basszus, annyira homogén a dizájn, hogy igen. Két Model 3-as egymás mellé áll, tényleg, hogy nem tudod megmondani csak rendszám alapján, hogy melyik a te autód. Hát igen, és pont ezekre az emberekre gondolnán kezdtük el egyáltalán tesztelgetni, és szerintem tényleg meglepően jók a tapasztalatok, mert a Teslába is az a jó, szerintem nekünk, ami sok embernek nem, hogy elég sok mindent kell benne csinálni ahhoz, hogy jó autó legyen, mert ők árulnak egy tök jó akkumulátorpakkot, tök nagyon jó villanymotorokkal, rohadt jó szoftverrel, és maga az autó többi része az nem érdekes. Tehát ez... Én vezettem a te EDFC futóműves Model 3-adat, azért az finom volt. Mondjuk annak nagyon kellett az a futómű, mert a gyári Model 3 futómű az már hogy a performance változatban az egy ilyen kvázi értetetlen dolog, hogy... Nem olyan rossz a gyári, de hogy pont ez a kis futómű az azt megadta, ami nagyon furcsán, hogy komfortosabb lett, és jobb lett a pályán. Megjött a játék az autóban. Igen. Nekem az volt az élmény, hogy beleültem, és hogy önfeledten vigyorogtam a Teslában, ami egy tök nagy dolog. És hogy így, igen. A még Porsche Taycanon innen végre rá tudtam mondani azt, hogy egy szórakoztató villanyautó. Még egy csomó minden tervem lenne, meg ötletem, csak most ugye szezon kezdet van, meg remélhetőleg egy... Mindenkinek tegnapra kell az autó. Igen, remélhetőleg egy költözés is, úgyhogy most így nagyon, nagyon kevés idő marad arra, hogy mindennel foglalkozzak, pedig a beltérben nagyon sok mindent lehetne módosítani. Most jelenleg éppen az ülések vannak átalakítás alatt, mert ugye azt már a... Kiesel belőle. Igen, azt a régen is mondtam, hogy nem tetszik. Most már lett egy módosítás rajta, amitől már jobb lett az oldaltartása. Most még lesz egy kicsit ez mélyre ható beavatkozás, mert egy olyan elképzelés lenne az ülésre is, hogy megmaradjon az, hogy állítható, motoros, fűthető, ugyanúgy megmarad a memória, a légzsáka, minden, csak hogy tartson is közben. És a legfontosabb kérdés a végére. Egy autót tartasz meg életed végéig. A 200-es X vagy a Tesla? Hát akkor 200-es X.